Az EB szereplés kapujába került Pőce Bence, idősebb Tóth Istvánra emlékeztek, és a címeres mezért küzdöttek az ország legjobb serdülő birkózói a hétvégén Nagykanizsán. Az év második korosztályos válogató versenyén mintegy 60 egyesület 326 versenyzője vett részt, valamint vendégversenyzőként egy székelyudvarhelyi, két horvát és két holland klub sportolói is küzdhettek a zsigmondi csarnokban. A kétnapos megmérettetés első napján a lányok és a szabadfogású fiúk versenyét rendezték, míg másnap kötött fogásban feszültek egymásnak a sportolók. Ami a kanizsai eredményeket illeti, a klubot Pőce Bence, Bódog Endre, Balazsin Zdenko, valamint Dányi Márton képviselte. A legjobb eredményt a Pőce-Dányi páros érte el. Előbbi versenyző szabadfogásban második lett, kötött fogásban pedig ötödik, míg Dányi egy bronz és egy ezüstéremmel zárta a versenyt. Külön öröm a kanizsai birkózó sportegyesület vezetői számára, hogy Pőce Bence már a második ezüstjét szerezte válogatón, így komoly esélye van arra, hogy 68 kilóban ő képviselje Magyarországot a közelgő kontinens tornán. Három verseny van, ami alapján számoljuk ki azt, hogy ki lesz az, aki indulni fog az Európa-bajnokságon. Ez az állomás sorban a második, és hát idős Tóth István barátunk emlékére szerveztük most ezt a versenyt meg, és reméljük, hogy lesz ennek folytatása ennek a rangos viadalnak és a Tóth István emléke versenynek is a jövőben is.